fenékig befagytak a sekélyvízű Duna-Tisza közi szikes tavak a nagy hideg hatására. Mivel a tél elején kevés volt a csapadék, nagy részükben alig maradt víz, így az egyébként nyári, aszályos időszakban megfigyelhető sziksós kiülepedés télen is látható a száraz mederrészeken. Különleges látványt nyújtanak azok a tórészek, amelyek a magas sótartalom miatt elszíneződve fagytak be, és jól látható módon elválnak a környezetüktől. Ezeken a pontokon korábban igen magas 5-8 ezer mg per liter sótartalmat is mértek a vízben. Ezt jelzik a zöldes-sárga foltok, valamint azt, hogy a legújabb kutatások szerint ezeken a pontokon tör a felszínre a sziksós víz a mélyből. A kétféle, feketének és fehérnek nevezett szikesvízű tavak közül a fekete vízűek átlátszóak, ezért a fagyás ellenére tisztán látható az aljzat is. A most folyó kutatások szerint a fagyott részekben az elszíneződés még azt is jelzi, hogy a fagy ellenére is itt szaporodnak a baktériumok. A februárra várható első olvadások hatására az elszíneződött részeken jelennek majd meg a szikes vizekre jellemző néhány milliméteres tócsalákok.